adásunk tartalmából. Ferenc pápa első húsvétja, beszámoló a nagyheti eseményekről. Amikor még nem volt pápa, ilyennek látta a rabbi és a segédpüspök. Ahol Jézus is prédikált, ókori zsinagógát tártak fel Galileában, itt a Római Riportban. A Szentatya húsvéti áldása az év egyik legfontosabb vatikáni eseménye. A nemrég megválasztott Ferenc pápa szavai rávilágítottak arra, mely társadalmi kérdéseket tartja a legnagyobb jelentőségűeknek. A pápa Korea, Irak, Szíria, Izrael és Palesztina számára a békéért emelte fel szavát, de azokra a régiókra is gondolt, amelyekre kevesebb figyelem irányul, ilyen többek között Mali, Kongó és a Közép-afrikai Köztársaság. Pace in Asia. Soprattutto nella penisola coreana, perché superino le divergenze e maturi un rinnovato spirito di riconciliazione. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Egoismo che continua la tratta di persone, la schiavitù più estesa in questo ventunesimo secolo. A húsvét vasárnapi szentmise után a pápa arról beszélt, miért időszerű napjainkban is Jézus feltámadása. Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l'amore di Dio è più forte del male e della stessa morte. Significa che l'amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. Ez az alkalom sem múlt el meglepetés nélkül. A pápa megint egyszerű fehér ruhájában adta az Urbi et Orbi áldást, nem öltötte magára a hagyományos, díszesebb öltözéket. Az is meglepetést keltett, hogy csupán olaszul mondta el a húsvéti üdvözletét, mellőzve a korábbi szokást, hogy több tucat nyelven is köszöntse a feltámadás ünnepén az embereket. A nagycsütörtöki szentmise Jézus utolsó vacsorájának felidézése. A pápák ezen a napon általában a lateráni bazilikában miséznek. Ferenc pápa azonban fiatalkorúak börtönében ünnepelte a nagycsütörtöki szentmisét. Homiliájában kitért arra is, miért mossa meg 12 fiatal lábát, Jézusnak az utolsó vacsorán mutatott példáját követve. Ma cosa significa questo? Che dobbiamo aiutarci. Uno all'altro, l'altro a uno. Dalle volte un po' mi sono arrabbiato con uno, con un'altra, no? Ma lascia perdere, lascia perdere e se ti chiede un favore, fatelo. Aiutarci l'uno all'altro. Questo è quello che Gesù ci insegna e questo è quello che io faccio. E lo faccio da cuore perché è il mio dovere. A szentmisén 50-en vettek részt. Ferenc pápa 12 különböző vallású és nemzetiségű fiatalnak, köztük két lánynak mosta meg a lábát. A Szentföldről származó fonálból szőtt kendővel törölte szárazra lábukat, amelybe a galileai tavon dolgozó halászok egyik hálójának szálait is beleszőtték. A szertartás egyszerű volt, de érzelmekben gazdag. A fiatalok egy fakeresztet és egy maguk készítette imazsámolyt ajándékoztak a pápának. Ferenc pápa pedig csoki tojásokkal lepte meg őket, továbbá egy hagyományos olasz húsvéti kaláccsal. 16. Benedek is éppen ebbe az intézménybe látogatott el 2007-ben. Ferenc pápa nagypénteken a Szent Péter Bazilikában vezette a liturgiát, amelyben Jézus kínszenvedésére emlékezünk. A szertartás kezdetén a bűnbánat jeleként a pápa is arccal a földre borulva imádkozott.
Jézus szenvedés történetét, passióját Szent János evangéliuma szerint olvasták fel, ezután a pápai ház hitszónoka Raniero Cantalamessa mondott homíliát. Questo venerdì santo celebrato nell'anno della fede in presenza del nuovo successore di Pietro potrebbe essere, se lo vogliamo, il principio di una vita nuova. A nagypénteki liturgia egyik legmegindítóbb mozzanata a kereszthódulat. A körmenet a bazilika leghátsó sorában ülőkkel kezdődik, majd egyenként mindnyájan lerújják tiszteletüket Jézus keresztje előtt. A pápa levetette pápai díszruháját, hogy a kereszthódolatot zarándokként végezze. Majd a bíborosok és a hívek is odatérdeltek a feszület elé, mielőtt megcsókolták azt. Ezen a napon nincs szent mise. A liturgiában Jézus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk, és áldozata előtt rójuk le tiszteletünket. A nagypénteki szertartás egyszerű, megindító. Nincs ünnepélyes befejezése sem, virrasztással folytatódik, amely a harmadik napig Jézus feltámadásának ünnepéig tart. Jézus szenvedésére és kínhalálára emlékezve minden évben több ezer zarándok követi a pápát a Kolosszeumhoz nagypénteki keresztútján. Ferenc pápával együtt a világ minden tájáról érkezett papok, szerzetesek, nővérek és laikusok járják végig a 14 stációt, amelyek előtt megállva egy-egy rövid imádság közvetítette Jézus szenvedésének üzenetét. Portiamo anche noi oggi la croce della sofferenza e della malattia, ma la accettiamo perché tu sei con noi. Ferenc pápa első nagypénteki keresztútján kiemelte, elég néhány szó is ahhoz, hogy megértsük Isten üzenetét. A volte ci sembra che Dio non risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato. Ha risposto, e la sua risposta è la croce di Cristo. Una parola che è amore, misericordia, perdono. A keresztet hordozók között volt egy olasz, egy indiai család és egy kerekesszékben mozgó beteg is. Kínai szeminaristák, egy szíriai szerzetes, Nigériából és a Közel-Keletről érkezett nővérek is vitték a keresztet egy-egy állomásig, hogy felhívják a figyelmet arra, hazájukban üldözik a keresztényeket. A keresztúti állítatosságon felolvasott imákat és elmélkedéseket libanoni maronita keresztények írták, reflektálva a Közel-Kelet keresztényeit érő mindennapi megpróbáltatásokra. Nagy szombaton Ferenc pápa celebrálta a fény liturgiáját is a Szent Péter bazilikában. Több mint 10 000 gyertyát gyújtottak Krisztus feltámadásának ünnepén. A pápa felidézte az első húsvétot, amikor a Jézust követő asszonyok hajnalban üresen találták a sírboltot. Avevano seguito Gesù, l'avevano ascoltato, si erano sentite comprese nella loro dignità, e lo avevano accompagnato fino alla fine sul Calvario e al momento della deposizione della croce. Possiamo immaginare i loro sentimenti mentre vanno alla tomba. A pápa Krisztus feltámadásának jelentőségéről beszélt, kifejtve, hogy ez nem csupán történelmi esemény, hanem köztünk élő valóság. Ezt követően arról beszélt, hogy Isten folyamatosan meglepetéseket tartogat számunkra. A szertartás során, amely a szokásosnál rövidebb volt, a pápa a hagyománynak megfelelően felnőtteket keresztelt, akik Olaszországból, Amerikából, Oroszországból és Albániából érkeztek. Ferenc
Ferenc pápa megválasztása óta 16. Benedek Twitter fiókját használja. Hivatalának első 15 napjában 8 alkalommal küldött üzenetet 9 különböző nyelven. Ferenc pápának jelenleg több mint 5 millió követője van a közösségi felületen. A pápaválasztás kimenetele legjobban talán magát Jorge Bergoglio bíborost lepte meg. Buenos Aires segédpüspöke, aki az elmúlt 10 évben munkatársa volt, elmondta, mi következett volna a kardinális életében, ha a konklávé föl nem borítja terveit. Azt tervezte, hogy lemondása és utódja kinevezése után egy Buenos Aires-i papi otthonba költözik, amelyet idős és beteg lelkipásztoroknak tartanak fenn. Már ki is választotta a lakást, ahol lakni kívánt volna. Nyugdíjas éveit az imádságnak, a beszélgetéseknek, a lelki vezetésnek kívánta szentelni, plébániákon szeretett volna misézni, hétköznapi életet akart élni vezető szerep nélkül. Sok év közös munkája után a segédpüspök számára természetes a pápa közvetlen stílusa, amely arra mutat rá, mennyire igényli ő az emberi kapcsolatokat. Soha nem kért meg más valakit arra, hogy telefonáljon az ő nevében. Maga egyeztetett az újságírókkal is, hogy mikor állhat rendelkezésükre. Szerette a közvetlen emberi kommunikációt. A Buenos Aires-i egyház élén töltött évek alatt tanításai és írásai adtak egyértelmű útmutatást. Elveit három szóban tudnám összefoglalni: egység, igazság, könyörület. A segédpüspök szerint Ferenc pápa közvetlensége természetéből, hitéből fakad, még ha sokan szokatlannak tartják is. Csak azért látszanak különbségnek, mert eltorzítottuk a világunkat. Így a normális lett a szokatlan a szemünkben. Ma furcsának tűnik amellé állni, akinek szüksége van ránk, és a sémákat kerülve szót váltanunk a másikkal, pedig ez volna a természetes. Bár Buenos Aires hívei örülnek, hogy hazájuk adta az új pápát, kicsit szomorúak is, hogy elveszítették szeretett püspöküket. Ferenc pápa még csak hivatalának kezdetén jár, mégis rendkívül nyitottnak mutatkozik a keresztény felekezetekkel és más vallásokkal való párbeszédre. Már Buenos Aires érsekeként az a hír övezte, hogy megpróbált hidakat építeni a különféle felekezetek között. 2010-ben Argentína főrabbija Abraham Scorca és a mostani pápa Bergoglio társszerzői voltak egy könyvnek. Una persona integra. Ferenc pápa sokoldalú személyiség, aki nem fél attól, hogy világosan fejezze ki magát. Rendkívül különleges módon próbál kapcsolatot teremteni az emberekkel, mély lelki kötelék fűz bennünket egymáshoz. Akkoriban Bergoglio ellátogatott egy Buenos Aires-i zsinagógába a zsidó újév alkalmából. Elmondása szerint az a szertartás sokat segített neki abban, hogy még többet imádkozzon. Medita profundamente lo que dice, lo que hace. Nem gondolkodik túlságosan sokat azon, hogy mit tegyem és mit mondjon. Mihelyest beszélni kezd, teljes meggyőződéssel képes előadni gondolatait. A köztünk lévő köteléket egy közös forrás, a Biblia képezi. Míg számomra a rabbinikus tanítás jelenti az ihletet a Bibliában, addig ő az evangéliumra és az egyházatyákra irányítja figyelmét. De az igazi kiinduló pont a proféták tanítása teremti meg a köztünk lévő kapcsolatot, és ad lehetőséget a párbeszédre. A rabbit elmondása szerint lenyűgözte Bergoglio karakteres személyisége a közös munka során. Egyszer odajött hozzánk egy riporter. Rengeteg meglehetősen szkeptikus kérdést szegezve nekünk. Ám ő csak bíztatta. Gyerünk, kérdezz bátran. Ha Bergoglio ilyen volt bíborosként, nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz pápaként. Azt hiszem, ugyanilyen személyiség marad. Olyan emberű, aki szilárdan hisz a nézeteiben, és nem inog meg. Ami a zsidó közösséggel való kapcsolatát illeti, Bergoglio bíboros mindig a párbeszéd előmozdításán fáradozott. Most pápaként ugyanennek az útnak a folytatása vár rá minden világvallással kapcsolatban.
Magdala egy kis falu a galileai tengerpartján, ahonnan Mária Magdolna is származott. A település csupán 4 mérföldre van Kafarnaumtól, a helytől, ahol Jézus nyilvános működésének nagy része zajlott. A települést az első század végén betemette egy földcsuszamlás. Magdala 3 éve még föld alatt volt, de akkor megkezdődött a Magdala Center zarándokközpont építése. Az építkezést megelőzően számos régészeti ásatást kellett végeznünk, és túláradt az isteni gondviselés. Sejtettem, hogy találunk valamit, és találtunk is. A félelmem eltűnt, mert rendkívüli dologra bukkantunk, ami óriási értéket képvisel. Valószínű, hogy a felfedezés a jövőben a központ értékét is növelni fogja. Magdala ókori településének felét kiásták egy kitűnő állapotban lévő zsinagógával együtt. Felfedezték az oltárt, a padlómozaikot és a falfreskók egy részét, melyek 20 évszázadon át betemetve maradtak. Ez la única sinagoga que se ha encontrado hasta el momento en Galilea. Ez az egyetlen idáig föltáratlan Jézus korabeli zsinagóga Galileában. Nincs semmi ok kételkedésre, Jézus járt ott. Tudjuk, hogy nyilvános működésének jó része zsinagógákban történt, és ez a zsinagóga nagyon közel van Kafarnaumhoz. A zarándok központtal párhuzamosan a város templomán is dolgoznak, amely szintén állomása lesz a zarándokok útvonalának. Így a galileai tengerpartján fekvő Magdala központ nem pusztán régészeti terület lesz. A szervezők fontosnak tartják, hogy a feltárt területen lelki gyakorlatos ház épüljön, amely segít elmélyíteni a keresztény tanítást. Es el quinto evangelio. A Szentföld az 5. evangélium, amely környezetet, színeket, távolságot és életet ad a másik 4-hez. Valójában mindenki, aki már járt a Szentföldön, végül megszereti, szeretne visszatérni és magával hozni szeretteit. A hitéve kitűnő alkalom arra, hogy meglátogassuk a Szentföldet, ahol Jézus élt. Ez éppen egybevág a Vatikán kívánságával, hogy a hit évében látogassák a Szentföldet. A keresztények a Szentföldön kisebbségben vannak, és szükségük van segítségre. Además de la presencia del mundo cristiano que peregrina. A Szentföldön élő keresztények legnagyobb része távol él a vallási turizmus legfontosabb célpontjaitól, a megszokott zarándokhelyektől. Ezzel a központtal viszont reméljük, hogy az itt élő keresztényeknek is munkát adhatunk majd. Mária Magdolnának fontos szerepe volt az evangéliumokban. Éppen ezért a lelki gyakorlatos házban olyan eseményeket is fognak szervezni, ahol a nők egyházon és társadalmon belüli szerepével foglalkoznak. Sokan mondják, hogy előre megérezték, vagy látták a jövőt. 16. Benedek lemondásának és Ferenc pápa megválasztásának eseményét sokan kapcsolták össze múltbéli proféciákkal, különösen népszerűek Nostradamus és Malakiás jövendőlései. Nostradamus francia orvos, gyógyszerész és csillagász jövendőléseinek többsége elég általános és talányos, sok szituációra alkalmazható. Malakiás írásait tekintve sem jobb a helyzet. Vittorio Messori író szerint ezek olyan apokaliptikus előrejelzések, amelyek ténybeli tévedéseken alapulnak. Itt egy olyan témát érintünk, amelyről a legkevésbé mondható, hogy komolyan megfontolt lenne. Először is Malakiás proféciái nem Malakiástól származnak. Olyan előrejelzésekről van szó, amelyeket 1500 körül fogalmaztak meg, egy konklávé körül kialakult hatalmi harc közepette. Nagyon érdekesek, és éppen ezért szenzációszámba mennek, de egészen biztosan tévesek, és nagyon kevés tűnik igaznak közülük. Nostradamus egy fekete pápa jöveteléről beszél. Ferenc pápa természetesen fehér ruhát visel, de Jorge Bergoglio a jezsuita rend tagja, amelynek legfőbb előjáróját fekete pápaként is emlegetik. Malakiás olyan pápáról beszélt, aki a világ végéről érkezik. Ez annyiban találó, hogy Ferenc pápa első szavai is hasonlók voltak a megválasztásakor mondott beszédében. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo. Nincsenek meggyőző bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy ezeknek az apokaliptikus jövendőléseknek több prófétai értékük volna, mint például a maja világ végének, amelyet 2012. december 21-ére jósoltak.
Csokoládé minden formában és mennyiségben. Gasztronómiai szempontból az olasz húsvét egyik legjellegzetesebb eleme a csoki tojás. Csokoládé illata járja át Róma utcáit, bármerre megyünk, néha egészen elhagyatott helyeken is találunk csokoládé készítőket. Minden csokoládéfajtának, a tejcsokinak, a fehér csokinak vagy az ícsokinak más és más hőmérsékletre van szüksége. Éppen ezért a különféle fajtákhoz különféle hőfokokat használunk, 45 és 50 Celsius fok között. Ezután valamilyen formába kell nagyon gyorsan tölteni, hogy lehűljön, és akkor kezdünk el azon dolgozni, hogy valamilyen alakot nyerjen, életre keljen. A csokoládé igazi mesterei egész életüket annak szentelik, hogy finomabbnál finomabb édességeket készítsenek. Ez a hivatás igazi odaadást és szenvedélyt igényel. Manapság szinte mindenki ízlésének, míg a legédesebb szájúaknak is készítenek csokoládét a legkülönbözőbb formákban. Idén a munkatársaimmal úgy döntöttünk, hogy bárányformákat öntünk, mert igazából ez a húsvét szimbóluma. A korábbi években ugyanis polipot, békát, sőt még dinoszauruszt is öntöttünk formába. Olaszországban a húsvéti csoki tojás a nagybőjt végét és Jézus feltámadását szimbolizálja. Következő adásunkban Ferenc pápaságának eddigi legfontosabb mozzanataiból válogatunk itt a Római Riportban.